Mehetünk? Igen. Na, sziasztok! Hajó! Ma elmegyünk Gyumrba, és felfedezzük a Golden Piramidokat. Aztán pedig megnézzünk egy nagyon szép zarándok helyet itt Tenerife szigetén, és mesélünk egy pár szót nektek Tenerife-nek a történetéről. Így van. A szállásunk az még mindig itt van Silencióba, mivel egy helyre foglaltuk. Nincsenek olyan nagy távolságok, úgyhogy tökéletesen meg lehet közelíteni innen mindent. Santa Cruz, úgymond a szigetnek a központja, az is 50 perces autóútra van. Viszont, hogyha a hegyekbe mész, akkor azért hát arra idő kell. És szűkek az utak. Most haladunk a 28-as úton, Granadilla felé. Megálltunk most az út szélén, mert útközben láttunk egy barlangot, és megnézzük. Nézzétek meg, mekkora szikla darab van itt. Körbe betonozták, nemrég csinálták meg az utat, de mivel nem tudták elmozdítani, ezért itt hagyták. Na, nézzétek meg, itt vagyunk ennél a barlangnál. Nem is gondoltuk, hogy ekkora egyébként. Azt hittem, hogy ennél kisebb, de úgy látom, hogy itt meg egy rendes barlangrendszer van, és hát aluszkáltak is a nyomokból ítélve. Van ott bent minden. Na jó, hát ebbe a barlangba nem megyek be, ez ennyi volt. Viszont itt van egy ilyen kaktuszgyümölcs, amit úton útfélen lehet találni, és hát nem ajánlatos megfogni, mert millió kis tüske van rajta, amit nem is láttok most a szemetekkel, de bizony a kezetekbe belekerülhet nagyon könnyen. Ezt sajnos tapasztalatból mondom, hát nekem már megszúrta a kezem. Úgyhogy én azt ajánlom nektek, hogy ti inkább vegyétek meg a piacon, viszont én még meg fogok próbálkozni egynek a leszedésével, és megkóstoljuk. Óvatosan, így mi látjátok? Na, megvan, és akkor hát megpróbálom majd úgy megfucolni, hogy lehetőleg ne álljon egy tüskese a kezembe, mint múltkor. Are you afraid of what we've done? I'm choking in your waking up. I feel another decay. Nos, kacok, már 3/4 órája keringőzünk itt kb. A hegyek között. Meg kellett állni, mert már annyira nem bírja a gyomrom. A pici poci. Igen. Itt és van, megálltunk egy gatyás bácsinál, meg igen. Fogjuk nézni. Itt van mögöttem a bácsi. Nincs kiírva semmi, úgyhogy nevezzük el a hegy királyának. A hegy gatyás bácsijának. A közben utána néztünk, és ez a bácsi valami kanáriai birkózó tetszik lenni. Képzeljétek el, polgári nevén Juan Martín Barbuzano. És itt született Kanári-szigeteken, Tenerifén, és azért emelték neki ezt a gatyás szobrot. Na és akkor meg is érkeztünk ide a Gyumri piramisokhoz. Na, múltkor volt itt egy ilyen kukucskajuk, úgyhogy megint megnézzük, hogy még ott van-e, és benézzünk. Na, nézzétek, itt a kukucskajuk. Na, ezek ilyen piramisok szerintem, és én a tenerifei lakosokkal értek egyet, akik 1990-ig nem is tudták, hogy Tenerife szigetén van itt piramis, nem is akármennyi, hanem 6 darab jelenleg is fennmaradt piramis, amihez csináltak ide egy ilyen kis látogató parkot, illetve néprajzi központot, és 1990-ben bejárta az újságot itt Tenerifén is, hogy egy Thor Heyerdahl nevű utazó, ilyen kritikus, vagy én nem is tudom minek nevezzem, ilyen tudós szerűség, hogy megállapította ezekről, elkezdte vizsgálgatni, és megállapította ezekről, hogy ezek igenis piramisok, de egyébként ezeknek én szerintem, és a tenerifeiek szerint sincs semmi köze a piramisokhoz, ezek csak egyszerű kőhalmok, egyszerűen ilyen teraszos gazdálkodás, amit már az előző videóinkban is láthattok, amiatt építették.
A La Laguna Egyetemről is jöttek ide ki, és elkezdték vizsgálgatni ezeket a kőhalmokat, és megállapították, hogy ezek a kőhalmok, vagy úgynevezett piramisok nem idősebbek, mint 200 év, és tényleg valóban csak mezőgazdasági célból hozták ezeket létre. Itt láthatjátok mögöttem a piramisokat, illetve a Néprajzi Múzeumnak a területét, ezeket körbe is lehet járni, és egyébként azt még hozzá szeretném tenni, hogy ezek a piramisok is hasonló stílusban épültek, mint a mezopotámiai vagy az egyiptomi piramisok, ugyanolyan lépcsőzetes szerkezetük van, és most már a tenérfélyiek sem bosszankodnak azért, hogy így ezeket a kőhalmokat piramisoknak nevezik, hiszen a turisták közkedvelt célpontja ez is, hogyha itt járnak Tenerife-n. Na srácok, akkor igazából ennyit akartunk nektek mondani a piramisokról. Útközben még biztos látni fogunk ilyeneket, úgyhogy indulunk. Gyerekek, láttunk egy érdekességet a piramisokkal kapcsolatban. Ez is a tenerifeiek igazát bizonyítják, hogy tyúkok meg kakasok vannak a piramison. Na és akkor most tovább indulunk Candelariával, megnézzük a Madonnát. De nem az éneklő Madonnát, hanem a fekete Madonnát. Tener solo a esa mujer tan bobo me rompió el corazón y yo la dejé. Yo me enamoré. Perdón por enamorar. Nos meg is érkeztünk ide Candelariába, és már itt vagyunk az óceán partján. Éppen most dagály van, és nézzétek meg a korlátot, mert teljesen megette a só. Ez a város nem egy nyüzsgő város, viszont aki meg akarja érteni és meg akarja tudni a szigetnek a történetét, az látogasson el és ismerje meg. Itt vagyunk a főtéren, ahol a Candelariai Bazilika magasodik az Atlanti-óceán partján, és ez Tenerife sziget egyik legjelentősebb és legfontosabb szent helye, zarándokhely is, és itt található meg, amiről a Merci már beszélt nektek, a Candelariai szűz, vagyis a fekete Madonna. Itt látható mögöttem, valamint az előző képsorokon láthattátok már, hogy ő a Candelariai szűz, aki egy csecsemőt tart a kezében, és azért különleges, mert fekete színű, ezért is hívják fekete Madonnának, ez a szigetnek a védőszentje. A fekete Madonna kanári szokás szerint sűrűn cserél ruhát, és a fontosabb vallási eseményekre is el szokták őt vinni. És akkor most menjünk, nézzük meg a kilenc királyt az óceán partján. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de Tenerife régi időkben 9 részre volt szétosztva, és ez a 9 király uralta ezt a szigetet, akit itt mögöttem láthattok, most őket fogjuk megnézni. Nézzétek, milyen autó áll itt a háttérben. Ez a kombi, egy kicsit segítek, nem Lada. Na, közben már visszaértünk az autóba, és nekem nagyon tetszett ez a kis város. Nekem is nagyon tetszett. Érdekes volt ez a fekete Madonna. Ilyet még nem láttunk. Igen, na most viszont indulunk vissza a szállásra, és kibontjuk azt a kaktuszt. Na, lemostam, letakarítottam, most már nincs rajta tüskő. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen íze van. Na, én ezt a könnyebb módszert választom, hogy így elfelezem ezzel a éles késsel. Hú, hát ez nagyon éretnek tűnik, srácok. Tiszta zöld az egész. Na mindegy, van benne ilyen mag. Magocska, és akkor most megkóstoljuk. Biztos?
Na, nehogy csak én egyek egyedül, te is egyél már. Kaktusz. Bio. Tele van magga. Én a kivihez tudnám ezt hasonlítani. Ha holnap nem jelentkezünk videóval, akkor meghaltunk. Na jó, szóval a lényeg az, hogy így kell feldolgozni a kaktuszt, hogyha az út széléről szeditek. Ajánlatos egy papírral megfogni, vagy kesztyűvel, és akkor utána szépen ledörzsölni a tüskéket, illetve ajánlatos a piacon megvenni. Annyira nem rossz amúgy. Uh-huh. Nekem ízlik. Na, akkor holnap találkozunk. Ha tetszett a videó, lájkoljatok, iratkozzatok fel, kolompoljatok, nyomjatok meg a kolompot nekünk, és a következő részben találkozunk, ahogy már mondtam. Igen. Sziasztok! Ciao.